Boldogságot kívánok a kedves nézőnek. Amit most mit látunk, az nem más, mint egy nagyon könnyű nyári ebéd, ami nagyon ízletes és nagyon könnyen elkészíthető. Ebben a tálkában a levest látjuk, ez pedig nem más, mint patiszonleves. Az elkészítése a következőből áll. A patiszont megpucoljuk a héjától, a magját kiszedjük, illetve ilyen kis apró kockákra vágjuk, edénybe rakjuk, el az elején kevés vízben megdínszteljük. Amikor már puha lett, akkor olyan fűszerkeveréket használunk, ami teljesen mentes mindenféle vegyi anyagtól, tartósítószertől, ízesítésről, ez pedig nem más, mint a Vegamixként ismert fűszerkeverék, sómentes. Ezt hozzáadjuk, felöntjük vízzel, és jól összefőzzük. A végén, amikor elkészült, megsózzuk. Nagyon könnyű étel, nagyon finom, nagyon ízletes, és nagyon hamar elkészül. A mellette látható finomság pedig nem más, mint dínsztelt burgonya túróval és napraforgó maggal. Az elkészítése a következő. A burgonyát, hogy jelen esetben új burgonyáról van szó, jó alaposan megmossuk, nem kell meghámozni, kockákra vágjuk, ghee-ben, tisztított vajban vagy olajban fekete mustárt megpirítunk, aminek a jellegzetessége, hogy nagyon jó illata van, és amikor a fekete szín szürkévé válik és elkezd pattogni, akkor jön ki irevelán az aromája. Ekkor hozzáteszünk még római köményt. Hasonló a köménymaghoz, csak sokkal ízletes, aromásabb fűszerről van szó. Kis hagymát is tehetünk bele, hogyha az igényeink szerint olyan. Majd ebben a megpirított fűszerkeverékbe belerakjuk a burgonyát, egész kis vizet teszünk hozzá, és megdínszteljük. Közben sima napraforgó magot megpirítunk állandó kevergetés mellett, hogy nehogy megégjen, és amikor kész van, hozzáteszünk a burgonyához. A végén, amikor a burgonya megpuhult, házi túrót keverünk az egészhez, és jól összefőzzük még. Nagyon könnyű, ízletes finomságok. Ajánlom mindenkinek, érdemes kipróbálni, könnyű nyári ételek. Boldog étkezést kívánok! Amennyiben szeretnének további információkat, kérem, keressenek meg a honlapjaimon. Köszönöm!